Cosmix a házban. Az is tévedés, hogy mi csak technót játszottunk, tehát mi nagyon sok rock elemet használtunk régen a buliban. 5 éves szerződés, 5 lemezre. Úristen, gyerekek, ez nem a YouTube-ra töltöttük fel. Ez a kiváltság, ez döbbenetes volt. Valóban az alaksoron keresztül bennünket a sikítólányok gyűrűjéből kellett kimenekíteni. Jöttek a zsákszámra a levelek, rengeteg plusz állat, nem csak hyper. Sziasztok. Sziasztok! Itt az Ilyenek voltunk, ahol a 80-as, 90-es és 2000-es évek sztárjaival beszélgetünk. A magyar rave és happy hardcore zászlós hajó. Nem csak énekesként, hanem hangmérnökként és vizuális szakemberként is tevékenykedik. Eredetileg tanárnak készült, jogi egyetemre is járt és jártas az üzleti életben is. 1995-ben alapította Hozsóval és Vitaminnal máig aktív együttesét. 1998 óta teszi fel a kérdést. Lányi Lala? Köszöntünk a stúdióban, szia Lala! Köszönjük, hogy eljöttél! A házban, sziasztok! Szerinted hányszor mondtad ki ezt a kifejezést? Volt már, hogy gondoltam erre. Hát ez egy jó kérdés, de hogyha abból indulok ki, és szeretnék tudományos alapokra helyezni egy ilyen választ, akkor el kell mondjam azt, hogy évente azért mi 100 feletti fellépés koncertet csináltunk hagyomány jelleggel az elmúlt, mondjuk 29. évben járunk, tehát kb. 29 éve. Hát ha mondjuk ezt felszorzom, úristen, hány ezerszer hangzott el? Egy dalban hányszor hangzik el? Hát igen. Úgyhogy ezt már ki tudom mondani. Cosmix a házban. Kezdjük a te karrierednek a legelején. Hogyha jól tudom, akkor édesapád révén jött ez a zene szeretete, mert hogy ő is ezzel foglalkozott. Mesélj nekem egy kicsit, hogy hogy indult ez valójában? Hát én olyan családban születtem, ahol a zene az teljesen hétköznapi és természetes volt. Uh-huh. Azok az első élményeim maradtak meg igazán, amikor mondjuk karácsonykor ott ültünk, álltunk, édesapám játszott a zongoránál, mi körbeálltuk és énekeltük. Ezeket imádtam. Térdére ültem, játszogatott, nővéreimmel együtt énekeltünk, de mi az a család voltunk, akik egyébként még az autóba utazás közben is énekeltünk, még akkor is, amikor fejreálltunk az autóval. És teljesen természetes volt, hogy nem csak énekzeneiskolába megyek, nyilván, mert a felvételim is azért sikerült, tehát volt közöm hozzá, de elkezdtem ugye a hangszerezzenét, a klarinétot, a zongorát, aztán autodidakta kis gitár, az amaz, tehát hogy paraszkantát, tehát azért mondjuk azt, hogy bármikor eljátszok szerintem hegedű, de igen, hegedű, azt tényleg játszom. Abban az időben már megjelentek a Kraftwerk, a Depeche Mode, és a 80-as években ugye azok ez nagyon termékeny időszak volt az elektronikus zene szempontjából is, tehát az a szintipop világ, az őrület volt, és engem annyira megérintett, nyilván az volt a mi az ariánk, és soroltam tovább. Eljött az a pont, amikor azt mondtam, hogy már pedig nekem el kell kezdenem az elektronikus zenét játszani, de nem volt hozzá hangszerem. Tehát amit ki lehetett... Édesapád egyébként hogy fogadta ezt, hogy te azt mondod, hogy akkor egy kicsit eltérsz az ő stílusától? Egy kicsit. Hát ez épp annyira kedves, vidám dolog, pozitív is, mint amennyire szomorú egyben, mert végül is halálát megelőzően nem sokkal mondta nekem azt végül is. Kvázi egyfajta kicsit olyan búcsúüzenetként is, szerintem feloldván az én lelki világomat is, mert mindig tudta bizonyára és érezte azt, hogy az óriási elvárások azért ott voltak. Nekem nagyon meg kellett felelni gyerekként. Ez szerintem biztos látszik is. Szerinted édesapád, hogyha most veled lenne, ő mennyire szerette volna meg ezt a munkát, amit a Cosmix-el csináltatok? Én azt hiszem, hogy meg tudta volna szeretni. Ő, mint egy jó pedagógus, azt próbálta észrevenni valakiben, hogy miben igazán jó, és azt erősíteni benne, és azt kivirágoztatni. És ezt mondom akkor, amikor egyébként váratlanul éppen egy telefonhívást követően, én megkaptam most Hódmezővásárhelyen a Vásárhelyi Művészeti Díjat. Édesapám halálát követően körbejártam, bekopogtam bankba, nagyvállalkozásokhoz, kulturális intézmények vezetőihez, és megkértem őket arra, hogy ha bármivel is tudják segíteni, legyen az 5 fillér is, teljesen mindegy, akkor segítsenek, mert szeretnék kazettát kiadni. És az akkor ifjúsági háznak az igazgatónője, Urgyán Mária, a picsömet követően úgy érezte, hogy 5000 forint nagyságrendben tudják ezt támogatni, és meg is jelent akkor a kazetta, sőt, még bakelit is. Ó.
Majd eltelt 32 év körülbelül, wow. És most jött a telefon, és felhívott, hogy hát jelölnek erre a bizonyos díjra. Megkérdeztem tőle, hogy ezek szerint úgy gondolja, hogy a 32 évvel ezelőtt álmaimba fektetett 5000 forint megérte, és bölcs döntés volt, jó helyre kerül. Visszamenve oda, ahol az álmaid elkezdődtek, hogy lett az, hogy egy billentyű srácból a Cosmix frontendere lett? Hogy volt ez az egész sztori? Hát azért ez egy másik történet. Világéletemben billentyű mögött akartam állni, na de azért hódmezőversenyen, vidéken, olyan álmokkal, hogy figyelj, én zenélni akarok, és nekem ez a minden. Azért valljuk be, ez a 90-es évek legeleje, tehát azért elég régen volt, hogy egy más világ, egy rendszerváltás hajnalán mondjuk így, tehát szint, konkrétan igen, azért mondom, tehát hogy igaz, igen. Tisztán emlékszem rá, hogy mindig arra vágytam, hogy az igazi mély érces hangom legyen, holott én azért ilyen lágy, vékony, kis, magas hanggal énekeltem. Tiéd az élet, tiéd a tánc, minden éjjel másra vágysz, múlnak az évek, s marad egy tánc, örökké tartó vadrománc. Hát a Cosmix pedig egy gyönyörű szép történet. Zánkán a Poppiac nevezetű táborban, programon találkoztunk. Ha jól emlékszem, annak Szigeti Ferenc, bizonyára sokan ismerik a nevét, ha jól emlékszem, ő volt ennek a nem csak főszervező, de szerintem megálmodója is, és a Hozsónak volt az ötletzenekara, nekem volt a New Times, amiről ugye beszéltünk, és ott találkoztunk. Ők ott léptek fel, szerintem délelőtt 11-kor, mi meg valamikor délbe a tűző napon, tehát nagyjából így, de már tudtunk egymástól, mert abban az időben a Petőfi csarnokban óriási Depeche Mode fanklub működött már, szerintem Európa legnagyobb DM fanklubja lehetett ez akkor, ha jól emlékszem, ez még talán hivatalosan ki is volt mondva, ha nem, akkor elnézést, hogy félrevezetek mindenkit, és ott azért ők is feléptek, mi is feléptünk, sőt, akkor a Bonanza is felépett már, ez egy óriási gyűjtőhely volt, ahol olyan, mint a császár előtt is fellépett egyébként, a, nem is tudom, Exotronnal talán ilyen elektronikus zenét játszott, ha jól emlékszem. Szóval mi így találkoztunk Zángán a Poppiacon, és megdumáltuk azt, hogy nekik kellene egy jó énekes, nekem meg kellene egy jó billentyűs, vagy kettő. És hát kitűztük az időt, hogy találkozunk valamikor Budapesten egy nagyon híres étteremnek, vagy egy étteremben, ezt az étteremet úgy hittek, hogy McDonald's, óriási menőség. És ott összeültünk, beszélgettünk, és elkezdtük a közös életünket, de ez még nem Cosmix volt. És mikor lett Cosmix? Akkor még gyorsan egy-két dal elkészült, az tipikusan még a Depeche Mode-os hangulatban, majd a Vitaminnak, aki még ugye a Hozsóval akkor az ötletben játszott, közben jött a Happy Gang, igen. És elkezdték nyomni a... Mindig meg voltam rá sértődve az elején, hogy bum, sakalaka, milyen alak ez alak. Mondom, hogy ez közöm van hozzá, vagy mi? De nem volt semmi közöm hozzá, egész egyszerűen csak így jött ki ez a nóta neki. Nem baj, jó volt, sláger volt, király. Viszont mi a Hozsóval ketten maradtunk. Egy divatbemutatón, kenguru divatbemutatón, felléptünk vendégként. DJ Schulz nyomta az új zenéket, uh-huh. És akkor a lemezlovas élete nagyon komoly volt egyébként. Tényleg ők mutatták be az új zenéket. Tehát nem tudtuk letölteni, nem volt internet, nem. Hozta a Bakelit lemezt, és elkezdett játszani olyan zenéket, mint Ultrasonic, Scooter, nem folytatom a sort, szerintem értetek minden. Mi hazamentünk erről a divatbemutatóról, a Hozsóval, és azt mondtuk, hogy hát, mi ez az őrületes tempó, ez a vidám, őrületes energia? Tehát akkor érintettünk bennünket ez a happy ray vonal, uh-huh. Hazamentünk és csináltunk gyorsan 3-4 ilyen dalt. Na ez volt az első lépés, amikor. Mi elmentünk a BMG kiadóhoz, uh-huh. Ahol annak idején hát Presser, Bonanza, repülők, tehát ilyen, hát a legnagyobbak ilyen kiadványok voltak, és azért mentünk el, mert a Pecsában, pont egy Depeche Mode klubban, a populár koncerten találkoztunk az Iender menedzserével, a kiadónak, és elkezdtünk valahogy, nem tudom, hogy jött szóba, hogy mi beszélgessünk, de valahogy elkezdtünk beszélgetni, és így szóba jött az, hogy milyen zenei műfajok mennek, és mondta, hogy ők épp egy olyan zenekart keresnek, akik ezt a nagyon-nagyon friss, Európából ránk robbanó zenét játsszák, és összenéztünk Ozsóval. Ponti vagytok azok. Hát bennünket kerestek. Hát jó, hát ilyen lazák vagytok, akkor gyertek be, srácok, mondta ezt a Földes Zoltán. Bementünk, következő héten találkoztunk, elkezdte a demokat játszani, szerintem az első, második dal közepén lekapcsolta a Magnót,
ugye? És azt mondta, hogy szerencsénk volt, mert egyébként a következő dal csak félig volt kész, de elkapcsolta a magadot, és ott a gyolko csináljunk nagy lemezt. Na ez volt, amikor kilőttek bennünket az űrbe, nagy lemez szerződés. Milyen érzés volt? Őrületes. Azt gondoltuk, hogy egyetlen egy nagy lemezünk, ha meg is jelenik, azzal gyakorlatilag bejártuk azt az ívet, és azt a karriert, amire vágytunk, hiszen ez volt a csúcs. Tehát gyerekek, ez nem a YouTube-ra töltöttük fel, mint az előbb említettem, olyan előadók közé, olyan világban kerültünk még fel, hogy valami őrület. Szóval ez a kiváltság, ez döbbenetes volt. És 5 éves szerződés, 5 lemezre. Úristen! Tehát így előre tekintettünk jövőbe, tehát abban a életkorban 21 évet töltöttem, még nem töltöttem be 21-et akkor, ott indult el minden, döbbenet, és az 5 év számunkra az örökké valóságot jelentette. Aztán azt mondták, hogy ez egy nyári, aztán amikor a 3. aranylemezünket vettük át egy olyan világban, ahol a fizikai hanghordozó világában még, tehát eladni 30 000 CD-t, kazettát, azért jelentős dolognak számított. Akkor úgy letettek róla, és ezt így elengedték. És most ott tartunk, hogy 29. évünk, lassan a 3. évtizedes jubileumunkat üljük, és valahogy még mindig itt vagyunk. Volt idő, mikor elhittem a gyerekmeséket a könyvekben. Ártatlan lelkem, hogy sejteni, a szép könyvek csak átverés. Hatalmas rajongótáborotok van és volt is. Amikor ez így elkezdődött, hogy akkor mondjuk megállítottak az utcán, közös fotó, buliba odarohanás, ez milyen volt? Mert mondtad, hogy itt azért ez nehéz volt feldolgozni, megélni azt, hogy mondjuk... És baromi fiatal voltál, tehát 20-21 éves. Nagyon. És azért ne felejtsetek el, hogy nem volt mellettem egy édesapa, aki azt mondta, hogy na fiam, azért na, üljünk le, beszélgessünk. Fogjuk meg a pénzt, fogjuk meg téged egy kicsit. Csomó mindenben, nekem annyira hiányzott, egy olyan figura, ezért voltak mindig sokkal idősebb barátaim egyébként, hozzá kell tennem. Nyilván mindig kerestem akaratlanul is az apa figurát, akikkel meg tudtam beszélni a komoly dolgokat az életemben. Na igen, de az első ilyen ügyek kezelése, hát tehát fogalmunk nem volt. Tehát ez miért víz? Mint amikor tehát úgy menekítettek bennünket az első nagy plázás bulikba, meg nagy rendezvényeken, mint a Beatles, de ezt halálkomolyan mondom. Tehát, hogy egyedül az... okozza végül is azt a hiányt bennünk, hogy ezt nem tudjuk úgy bemutatni, mint ma bárki, aki egyébként népszerűvé válik, mert hogy nem voltak a telefonokban még kamerák. Igen. Tehát, hogy nem rohangáltunk mindenhol a kamerával, így azok a dedikálások, amikor elkezdtük mondjuk délután 2-kor és este 9-kor még mindig sorban álltak a körúton a lemezbolt előtt, vagy tényleg elmentünk emlékszem a Dunapáza megnyitóján, mi voltunk az egyik fellépő, kiemelt fellépő, Ott minden szinten tömve volt emberekkel, és valóban az alaksoron keresztül bennünket a sikító lányok gyűrűjéből kellett kimenekíteni, és igen, voltak vérző karmolt kezek, és minden volt. Abban az időben mi rendszeresen hasast ugrottunk Hozsóval a közönségbe. Tehát rendszeresen hasast a buli vége felé, amikor egyébként ilyen gitártépős, iszonyú, ilyen trash metalba hajló metálos, nem tudom milyen dalbetétet játszottunk, tehát az is tévedés, hogy mi csak technót játszottunk, tehát mi nagyon sok rockelemet használtunk régen a buliban. És a végén ez odaig feljut, hogy már levettük az órát, levettük mindent, hogy ne okozzunk másban és önmagunkban se ezáltal sérülést, és egyébként ne hújjon le rólunk amikor hasast ugrunk. Szóval nem volt könnyű ezt kezelni, jöttek a zsákszámra a levelek, ugye nem e-mailben érkeztek, jöttek a levelek. És ezekre válaszolgattatok? Hát amit fizikai korlátokban belül természetesen igen. Még ma is vannak egyébként sok ilyen levelet őrzünk, tehát nyilván el vannak téve, rengeteg plüss állat, tehát ez nagyon-nagyon ment. Dobálták fel a színpadra. Hú, gyönyörű, gyönyörű szép emlékek ezek. Ezt mondtad, hogy itt ki kellett menekíteni a csajok közül, és mikor voltak esetleg olyan bulik, olyan megvadulások, amikor ők oda tudtak férkőzni? Tehát azért gondolom, a Cosmixnak szerintem a zenei munkásága 80%-ban ezekről a témákról szól. Milyen kultúráltan kérdeztem. Ezek hogy történtek meg, amikor ők oda kerültek hozzátok? Hát nézd, fura dolog ez, mert Hozsó mindig szokta emlegetni egyébként, hogy bármilyen meglepő, azért a bulikban, az első sorokban sajnos a lányokat, a csajokat kitolták azért a srácok bizonyos szempontból. Tehát, hogy azért fiúzenekarként igen, nem titok, nagyon-nagyon szerettek bennünket a lányok, és mi is nagyon-nagyon szerettük őket.
ezzel sincsen semmi probléma. Az előbb épp arról beszéltem, hogy hát milyen szomorúság, hogy nem volt abban az időben minden telefonban kamera. Épp annyira szerencse is, azt gondolom, mert gondolom meg lett volna bizonyára a mi toj-toj vécénk is. Szóval nincs ez semmi probléma, ez kicsit eltúlozva egy poén, de ezt muszáj volt elsütni, mert azért mi sem voltunk szentek. Ezek a dolgok, tehát tényleges nyerség, igenis volt a kilengésem erőteljesen, de önmagamhoz képest, meg ahhoz képest, amit lehetett volna élni, mondjuk úgy, hogy sztárkodást, meg azt az igazi rock and roll életet, azért ebből én kimaradtam, ezért a Hozsónak sokkal lazább volt az életem. Nem tudom, hogy ki járt jobban. Szerintem ő. Lehetséges. Képzeld el, hogy legutóbb itt volt nálunk Baby Gabi. Te hogyan emlékszel arra vissza, amikor ti elkezdtetek közösen dolgozni? Hát mit? Találkoztunk a Gabival nyilván, úgyhogy a két csapat fellépett. Uh-huh. Igen, erről is hallottunk. Azon a színpadokon, és valamikor néhány hónappal ezelőtt szerintem elém került még egy fotó is, amikor valami siófoki bulit követően, szerintem a Nákségtől kezdve a Baby Sisters-en át a több csapatot, szerintem az Animal Cannibals, tehát ott jó páran együtt voltunk, én nem tudom milyen parti lehetett, amit végül ott ünnepeltünk. Ő azt mondta, hogy rengeteget bulisztatok együtt. Igen, ilyen pizzériában. Ezt a szót használtad, buli volt. És arra emlékszem, hogy ott aztán voltak ilyen közös mások is, meg minden, és így... Erről nem hallottam. Egy-egy ilyen kép most így előttem van azért, hogy mekkora rekendról volt az, tehát na hát, de az igazi benfentes after party. De hogyha ő ezt nem kezdte mondani, akkor hagyjuk is. Viszont ezek azért óriási bulik voltak, meg sokat jártunk együtt ilyen csütörtöki karaoke bulikba. A hétvége előtt nekünk muszáj volt bulizni csütörtökön is, de ez teljesen normális. Énekeltünk, imádtunk énekelni, kefirrel is, vétekefirrel, stb. Viszont egyszer csak előállt a Gabi azzal, hogy kialakult egy barátság közöttünk. És szerintem egy kicsit azért majdnem több is. Közben a közös dalok meg elég erősen szerelmesek voltak, sőt. Igen, és ez most pont a diátadó miatt is ő elkísért engem, hogy egy meglepetés duettet ott elénekeljünk, és pont a videoklippeket is végignéztem emiatt, és eszembe jutott az a pillanat, amikor Gabi elém állt, hogy van itt egy dal, amit szeretne elénekelni valakivel, szerintem ez egy nagyon jó duett dal lenni, de kivel énekeljem el. Mondta ezt úgy nekem, hogy én addig azért erőteljesen azért a technokrata vonalban nyomtam a Cosmixot, bár voltak komoly, klasszikusabb kilengéseink, nagyon érzékeny dalokkal, de azért a világ bennünket a komolyabb, vagy a veretésről is, mert ilyen, tényleg a technóról. És mondtam a Gabinak, mondom, szerintem velem. Hát, hogy én vagyok az embered, egyszer énekeljük el együtt. Nézzük meg, hogy mit mondott Gabi. Én nem gondoltam volna azt, hogy a Cosmixos Lala, aki hyper, Cosmix a házban. Igen, hogy akkor ő most például velem énekelne duettet. Ezért kérdeztem a Lalát, hogy segítsen már nekem, hogy kivel énekeljek duettet. Adjon tanácsot, Dobrádi Ákos, Kefir. Tehát, és akkor így soroltam, és hogy kivel, hát sértő a kérdés vele. Na, erről van szó. Hasonlóan láttuk ezt a történet, vagy hasonlóan láttátok mind a ketten, igen. És milyen volt egyébként az mondjuk, amikor így a közös dalotok után jött ez a siker, amit így közösen kellett igazából kezelni, mert hogy egyébként te addigra már együttesben nyomtad, Gabi akkor már nyilván szólóként, de hogy ezt így együtt kellett csinálnotok, az milyen volt neked? Egyrészt én nagyon vágytam arra, hogy legyen egy más típusú produkció, amiben részes vagyok. Pontosan azért, mert hogy én azért nem olyan zenei világból jöttem, mint amit a Cosmix játszik, és való ki kellett éljem a romantikusabb, azt a lágyabb vonulatot, amire kiváló lehetőség volt ugye a duettezés, és ezért nagyon örültem, hogy lett belőle a második, lett belőle a harmadik, és akkor még én szóló dallal nem jelentkeztem. Úgyhogy valójában ez egy nagyon-nagyon szerencsés együttállás volt, és úgy kötöttünk, emlékszem akkor koncerteket, fellépéseket, hogy ha valaki szerette volna ezt a duettet színpadon élőben hallani, akkor mindig azt mondom, hogy semmi gond nincs ezzel, akkor meg kell hívni a Cosmixot, és meg kell hívni a Baby Gabit. És majd a két produkció között, vagy vendég fellépőként valakinek a produkción belül, majd elhangzik a duett. Aztán majd két duett, aztán három duettet, ugye így mentünk tovább. Egy ilyen örömforrás volt, hogy talán otthon is kicsit büszkébbek most rám, hogy nem csak hyper, ahogy a maga mondta, hanem más is van.
Van egy nagyon különleges dalod, a Szeres, ami a videóklipje is, egy egészen durva szerelmi sztorit mesél el, és én azt gondolom, hogy ez egy olyan produkció, ami nem feltétlenül a magyar színvonalt karcolja, sőt, még jóval fölötte van. Ennek a klipnek a történetéről és erről a kapcsolatról, erről tudnál mesélni nekem? Hát a dal születése... A dal születése az maga, hát az életemből. Robbant ki gyakorlatilag, kiszakadt a lelkemből, ezt nem is tudom másképp mondani, mert erre ez a legjobb szó. Ez kiszakadt a lelkemből, és egyfajta terápiaként kiénekeltem, kiüvöltöttem magam ebben a refrénben. Emlékszem, hogy éppen a USA-ba készültünk Cosmix-szal fellépni, egy ilyen kis elég nagy túrára, és az utolsó este énekeltem még fel a stúdióba, hogy ezt most magammal viszem, és hogy a kedvem lesz, akkor felveszek hozzá egy-két képet. És ez így is történt, a videoklipban egy része itt például látható, de valójában a dal születésén túl, maga, ha a videóját nézem, az pedig egyébként nem annyira beszélgettünk erről, de végül is egyébként műfajt teremtett, ugyanis akkor még nem volt... sem divat, sem megszokott az, hogy valaki egy videoklipben a saját életéből egyfajta valóságsó jelleggel úgy használ fel képeket, hogy azt építi be. Tehát ez nem egy fikció volt, hanem ez az életem volt. Igen. Uh-huh. És az volt a durva, hogy én képtelen voltam arra, hogy ebből nagy lemez készüljön. Azt mondtam, hogy úgymond az életem, úgy hiteles, maga ez a dal, úgy hiteles, hogyha az életemből kiszakadt rész, ebben a dalban meg van énekelve, de nem tudom pénzét tenni. Tehát nem tudom üzletté formálni azt, ami egyébként pusztán csak egy ilyen... Mert annyira fájó pont volt neked az... Nagyon. Tehát én azt hittem, hogy ebbe bele fogok itt halni. Mi történt egészen pontosan? Hát az óriási szerelem, a kisfiam születését követően ráadásul, hát nyilván dugába dőlt, tehát ez nem titok, ez azért, ez akkor úgymond nyílt. Igen. Nyílt nem titok volt, hanem erről én akkor úgy nyíltam. Ez így történt. Beszéltem, igazából én csak az okokat és a részleteit nem szerettem volna kitárgyalni, mert mondom, ahonnan én jövök, egy úriember ilyet nem csinál, és egész egyszerűen igyekeztem megtartani határokat. De akkor még mondhatjuk azt, hogy kissé ilyen jó értelembe vett naivitással, én azt gondoltam, hogy ha elmondom a szívem fájdalmát, akkor sem, hogy ez semmi baj nem érhet, de a média kicsit azért belemart ebbe. Nyilván fogalmam nem volt nekem arról, hogy a bulvár végül is miről szól. A bulvár és az én kapcsolatom, hát mondhatjuk azt, hogy akkor ezennel véget is ért végül is, mert én olyan sebeket szereztem, olyan csalódást kellett, hogy átéljek, amiben tényleg nem volt elég az én saját magánéletemnek a kínszenvedése, el kellett igazából viseljem azt, hogy végül is az életemen nem csak csámcsognak bizonyos szempontból, hanem még kiforgatva nem is úgy jelentek meg dolgok, ahogy azok voltak. Sok olyan felkérést kaptam, akár tévéműsorban való szereplése is, ami nagyon tetszene, de és tipikusan illeszkedik a bulvárhoz is egyébként, de igen, nemet mondtam rá, mert mondom, úristen, annyi feladatom van, hogyha ebben most jobban belemélyedek, attól tartok, hogy olyan dolgok fognak érni, ami miatt túl sokat kell majd foglalkozzak ezzel, és elviszi a fontos dolgokról a figyelmemet. Mint például a fiadról, akivel nagyon sok időt töltesz, és igyekszel tényleg nagyon szoros kapcsolatot kialakítani vele, viszont te már nem olyan kicsi. Tehát, hogy pont kamaszkorban van. Milyen ez most neked? Büszkeség. Hasonlít rád olyan, mint amilyen te voltál? Van egy nagy büszkeség számomra. Nehezen indult neki, koraszülöttként jött a világra, ezért tényleg voltak komoly küzdelmei, és még azon felül is voltak küzdelmei, és ehhez képest igazából mindig az számít, hogy honnan, hova jutottunk el. Ő most egy nagyon jó tanuló, szorgalmas is, tényleg. Idén tölti a 18. évét. Kisebb merem mondani, hogy én pedig ezzel együtt 4 nap eltéréssel az 50-et fogom tölteni. Igen, érzem a külsőségeiben egyébként sok minden hasonlít az édesanyjára. Ez nem is baj, tehát nincs ez semmi probléma. De lelki világában sok mindenben látom rajta, és gondolkodásában nyilván saját személyemet is, ami
még inkább öröm, szerintem egy fiúnak mindig feladata az, hogy valahol túlszárnyalja az apját. Feladat. Lázadnia kell ellene egy picit. Ez ugyanakkor neked is így volt. Akkor... Most érdekes, persze, hogy ezt mondod. Persze, nekem is kellett lázadni, és azért tartottam is édesapámtól természetesen. Uh-huh. Szerető szigorral nevelt. Én is szerető szigorral nevelek. És tudom, hogy nagyon sok jó pedagógiai érzék belém szorulván azért ott van bennem, amit felhasználtam uh-huh. a Benivel kapcsolatban. És a Beniben is látom azt, hogy szerintem sok dologban már jobban gondolkozik, mint én. Uh-huh. Tehát azt akartam ezzel mondani, hogy szerintem sikerül neki túlszárnyalni az én gondolkozásomat, és igen, már ő sokkal lazábban kezel olyan dolgokat, amikkel én még ma is küzdök. Miután szétváltatok, azért ezt így lehet mondani attól, hogy nem voltatok összeházasodva, utána hogy veled maradt? Mindenkinek így volt a legjobb. Uh-huh. Egzisztenciálisan, szerintem akkor gondolkozásban és felelősségtudatban, felelősségvállalási képességben is én álltam abban a pozícióban, ahol ez nem is igazán képezte vita alapját, hanem meg is tudtunk erről egyezni egész egyszerűen, uh-huh. hogy ez így lesz a legjobb, és azért is tudtam, hogy ez így egy nagyon jó megoldás lesz, mert önmagamról 100%-osan meg voltam győződve, hogy bármilyen helyzetbe is sodorjon az élet, az biztos, hogy mindig a fiam lesz az első, és bármilyen helyzetbe is kerüljünk, és soha nem fogom azt mondani, hogy nem menj az anyukádhoz. Uh-huh. Hogy én egy kicsit is visszatartanám a felé irányuló kapcsolatnak az erősödését. Nem. Uh-huh. Viszont az ellenkező oldalon nem voltam meggyőződve erről, és akkor azt gondolom, hogy jó joggal, és ezt nem bántásból mondom. Uh-huh. Tehát ennyi őszinteség azért kell a dologhoz nyilván, és ezzel nem megbánt a senkit. Én ezt kívánom mindenkinek, hogy ha olyan rossz helyzetbe is kerül, hogy sajnos megszűnik a szerelem, vagy marad a szerelem, de valamiért szakadnak a szálak, akkor legyenek képesek túlnőni önmagukon, és fölnőni a feladathoz olyan szinten, hogy tényleg azért a gyerek érdekeit tudják kellőképpen szem előtt tartani. Ez érdekelne, hogy egy olyan előadó, aki a 90-es évek óta nyomja azért elég keményen és előtérben van, el tudja ma tartani magát abból, hogy van egy jól menő zenekara, vagy itt több lábon kell állni? Féltem, hogy ez a kérdés előjön. Az az igazság, hogy hozzátartozik a kezdetekhez, ha már ez tényleg szóba jött, hogy én amikor felköltöztem Hódmezővásárhelyről, akkor arra nem volt pénzem mondjuk, hogy lakást béreljek, ezért mindent elkövettem, hogy az addig szerzett, összeszedett pénzemből, és picit családi segítséggel, drága nagypapámnak a segítségével is egyébként, én Csepelen megvásároltam egy alaksori pincét. Az a tipikus mosókonyha és kerékpártároló. Uh-huh. Tudjátok, hogy fölülmennek a fejed fölött a szendvicscsövek. Érdekes budapesti kezdet. És azt mondtam, hogy úristen, megnyertem a főnyereményt ezzel, azzal a 60, durván 60-65 négyzetméterrel, mert amikor azt megláttam, én már lelki szemeimmel láttam, hogy itt lesz egy helyiség, ez a stúdió, uh-huh. ott fogok aludni, ebből csinálok egy konyhát, abból pedig csinálok egy vécét, meg egy fürdőszobát. Nem érdekelt, hogy szennyvízsövek mennek fölöttem, nem érdekelt semmi, csak az érdekelt, hogy az alaksorban, ahol azért láttam a napot nyilván, amikor fölnéztem, ott a egyes helyeken ki tudtam látni, tudtam, hogy ott tudok hol aludni, és hogy megalapozhatom az életemet. És valóban a harmadik aranylemezünket vettük át, amikor még egy kedves barátommal emlékszem, hogy uborkás üvegbe öntött pezsgővel kocintottunk. Tehát nem volt flancolás, gyerekek, hévvel jártunk, és a többi, ez így volt az igazi, na de a mínuszból, meg a mínusz ezerből és nullából kellett felépíteni egy egzisztenciát. Uh-huh. És igen, miután nem volt segítség, nekem kellett szép lassan megtanulni, hogy hogyan kell jól gazdálkodni. Óriási veszteségeim voltak, volt, hogy elvesztettem gyakorlatilag mindenemet, ez kétszer is megtörtént eddigi életem során. Megreztem, és azt mondtam 2010 végén, hogy akkor jó, Beni most már nagyjából 4 éves, most elkezdhetünk újra élni és dolgozni. Azt mondtam a Hozsónak is, hogy jó, itt az idő, most Lóra barátom, és elkezdjük. És igen, egy random szerda vagy csütörtöki egyetemista eltés buliba hívtak meg bennünket,
ahol még a, nem csak a szervezők, de a mi legnagyobb meglepetésünkre is, az egész heti bulit minden szempontból vittük. Uh-huh. Kvázi visszatérés jellegű volt ott a három éves csendes idő, három éves csendesség után. Egy akkora bulit csináltunk, hogy bennünket így azonnal kaptak fel, és elkezdtek vinni az egyetemista fesztiválokra. Én is voltam olyan egyetemi bulikra, ahol voltatok. És megőrülések voltak, és ezt követően jött egyébként csak 4-5 évvel az a retro hullám, ami végül is máig is tart. Mm-hmm. Fölépítettük végre azt, hogy a Cosmix élő koncertekkel jár másfél-két órás bulikat. Hát a jubileumi koncertünk a Budapest Sport Arénában, elmondom, 2 óra 45 perces hosszúságú volt nagyjából. Tudjátok, hogy mi repertoár ez, és ezt végignyomni, és fizikailag, és mekkora kihívás volt, ezt megcsináltuk. És ezt kellett leépítenünk a retrohullám miatt, újra a haknikkal, és mindig küzdeni a szervezőkkel, hogy na de mi vizuált is viszünk, na meg mi még többen megyünk, meg azért tudjátok, jön a gitárás, és szólni fog a gitár, meg egyébként van dob, meg táncosok is, van show, meg látvány. Jaj, ez a sok bonyolult dolog miért kell? Tehát kb. Ez volt a hozzáállás, igen, és nekünk... ezt kellett egy kicsit így megemészteni, de azért örültünk is neki, hiszen ez egy óriási dolog, hogy reneszánszát éri mindez, és igen, kiváló lehetőség volt arra is, hogy az egyébként párhuzamosan mindig vállalkozást építő énem, egzisztenciálisan nagyon sokat tapasztalva és tanulva a múltból, a nehéz helyzetekből úgy stabilizálja be az életét és a családja életét, hogy... ha mondjuk 5 évig lenne most Covid, akkor se kellene kétségbe esnem. Említetted, hogy hamarosan lesz az 50. születésnapod. Készülsz valamivel? Erre mondja egyébként a üzlettársam, ha már az üzletről is volt szó, hogy Lala, meg nem toj tojás. Szóval még nem töltöttem az 50-et. Amikor ezt a bizonyos művészeti díjat átvettem, akkor is mondtam, hogy időt és egészséget kérek ahhoz, hogy a vágyaimat meg tudjam valósítani, mert bár most ezek után valószínűleg nehezen hiszik el, kedves nézők, vagy akár ti is, hogy az igazi álmaimat, azokat még nem tudtam megvalósítani, amikre készültem, mert a Cosmix valójában, ha jól olvastok a sorok között, egy túl jól sikerült véletlennek az eredménye, ami végül is egy köztes lépcsőként volt még az elén a fejemben, és nem maga a végcél. Uh-huh. Ez egy út, hát úgy látszik, hogy egy hosszú út, egy nagyon hosszú szakasza, amit elfelejteni, és talán nem azt mondom abba hagyni, de hogy úgy nem is tennék úgymond félre, de szeretném, hogyha lenne azért kellő időm és energiám arra, meg egészségem is, hogy egy picit abból az oldalból, abból az énből is tudjak majd mutatni, amire azért már akkor készültem, amikor 14 évesen nyomkodtam azt a szintetizátort. Azt kívánjuk neked, hogy ezt az 50-et, ezt valósíts meg így, és ezeket a nagy álmokat is. Úgyhogy köszönjük, hogy eljöttél és meséltél ezekről. Nektek pedig is köszönjük a figyelmet. Iratkozzatok fel a létező összes csatornánkra, mint például a TikTokra, az Instagramra, és természetesen a YouTube-ra is. Sziasztok! Sziasztok! A 8 kell, itt van a mester. Itt van Dobman a 8-ból. Egy olyan típus vagyok, akit semmilyen erőszakos módszerrel nem lehet elnyomni. Én mindent fölraktam arra a lapra. Enyém a világ és Dobman a Dob. El se tudtam képzelni, hogy én nem leszek rapsztár. Nem szeretném azt mondani, hogy lejártam, mint a szervezett bűnözés. Zoli, ez ugye úgy repült, hogy bum a fejbe, ez a kár, te, haver! Szóval olyanok voltunk, mint a Beatles.